Szevasztok srácok, a mai nap egy olyan upgrade-ot fogunk csinálni a Brennen, amit hát már régebben meséltem nektek, mikor még a karbonos középkonzolt csináltuk, hogy... Őszinte leszek, mert ezt a részét nem szeretem az autónak. Ez nem más, mint az a kis vékony keretke, ami mindenkinek el van törve természetesen. Én még olyan Brerát vagy 159-et nem láttam, ami ne lenne eltörve, vagyis már itt igen, láttam olyat, amiben ez nem volt benne, mert a tulajnak elege lett belőle. Úgyhogy valószínűleg nálam is ez lesz majd, hogy elegem lesz és kikerül belőle, vagy legyártatom 3 vagy 4D-be, és akkor lesz egy normális keret, mert ahogy látjátok, ez itt elég sok helyen el van törve, és ez nem azért, mert hogy valaki eredetten basztotta az autót, vagy hogy mások basztották ezt az autót, ez szimplán azért törik el, mert tényleg nagyon szar anyagból van. Hát, ha vissza se kéne tenni. A váltó körüli résznél van egy kis műanyag elem, ami előszeretettel szeret magától tönkremenni. Olyan vékony műanyagból van, hogy egyszerűen simán az út egyenlőtlenségétől, ahogy hozzáér a másik panelhez, simán eltörik. Úgyhogy ezt fogjuk a mai nap javítani, és ezt nem máshogy fogjuk, mint egy kedves barátom, Gáspár Tamás karbonozza le ezt nekem, és hát elküldte nekem itt már a lekarbonozott verziót, úgyhogy ezt fogjuk ma beépíteni. Na, Lilóka, te egy picit menj odébb. Ahogy láthatjátok, most nekiállok a váltószoknya tépőzárjának a szétszedéséhez. Utána pedig finoman ezzel a műanyag beltérkiszedő elemmel, itt a karbon középkonzolnak az elemét kell felfeszítenem, ezt nagyon óvatosan csináljátok csak. Egy műanyag keret fogja oda a karbon középkonzol alatt a váltószoknyát, ezt a keretet kell most leszednem. Végre kiszabadítottam ezt a műanyag alkatrészt, úgyhogy cseréljük is ki gyorsan. Hát szerintem azért van egy kis különbség a kettő között. És ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan találkozunk, amiben egy olyan epizód lesz, ahol bemutatok nektek egy új autót, ugyanis valami eszméletlen jó áron, tényleg egy hihetetlen jó áron sikerült szereznem egy autót. A következő videóban szeretném ezt nektek bemutatni. Addig is, sziasztok!